A kerítés építés és a megerősített határvédelem a migráció megakadályozásának eddig a legjobb eszköze. Jobb válasza a népvándorlás megállítására még egy európai országnak sem volt, mondta sajtótájékoztatóján Mráz Ágoston. A politológus szerint ez bizonyítja az is, hogy az utóbbi időben ezt már kezdi elismerni Németország és Ausztria is, holott a Párbeszéd igen nagy mélypontról indult. Az október 2-ai népszavazással kapcsolatban Mráz Ágoston azt hangsúlyozta, a legfontosabb, hogy minél nagyobb legyen a részvétel, és minél többen szavazzanak nemmel a kényszerbetelepítésre. A Nézőpont Intézet felmérése szerint a lakosság nagy többsége ellenzi a migránsok elosztását. A magyaroknak nagyjából a 90%-a egyetért a kormány nem szavazatával. Azt szeretné, hogy a kormányzati álláspont azt mondja, hogy a Magyarországgyűlés nélkül ne lehessen a migrációs politikáról dönteni, ne lehessen Magyarországra rákényszeríteni a migránsok betelepítését. Ebben a 90% egyetért, de ebből még nem következik az, hogy ők fontosnak tartják azt, hogy elmenjenek és szavazzanak. Ez itt most a kérdés. A következő napokban a kormánynak azt kell elérnie, hogy ne csak nyerjen a válasz a népszavazáson, ne csak többségben legyen az álláspontja, hanem győzzön is, és sokan elmenjenek, sokan kiálljanak mögötte. A politológus fórumot is tartott a Megyeházán a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének felkérésére. A szervezet győri tiszteletbeli elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a NATO európai főparancsnoka korábban már jelezte, hogy az iszlám állam emberei naponta érkeznek Európába a menekült áradattal. Azt gondolom, hogy erre a veszélyre fel kell hívni a figyelmet, mert amikor kötelező kvótával Angela Merkel szét akarja teríteni általa meghívott migránsokat az Európai Unió 28 országába, akkor bizony a kötelező kvótával meghatározott mennyiségű menekülttel szétteríti a NATO európai főparancsnoka mondta, a köztörvényes bűnözőket, a terroristákat és az idegenharcosokat. A fórumon az is elhangzott, ha sokan mennek el szavazni, és többségében lesznek a nem szavazatok, az növeli a miniszterelnök támogatottságát és az ország érdekérvényesítő képességét.